Sziasztok, köszöntök mindenkit újra itt a csatornámon, ma egy teszt videóval érkeztem nektek. Kettő Eisenberg terméket fogok nektek mutatni. A termékek tesztel is érkeztek hozzám az Eisenbergtől, úgyhogy nem én fizettem értük, de abszolút nem fizettek érte. Szóval nem fizetett promócióról van szó, nem fizettek azért, hogy én az egekig magasztaljak egy ilyen árkategóriájú márkát, úgyhogy ezt mindenképpen tartsátok szem előtt. Kettő termék érkezett hozzám, ahogy a videó elején említettem nektek. Az egyik egy parfüm, a másik pedig egy arcápoló termék, egy szemkörnyékápoló, és már nagyon izgatott vagyok, hogy végre elmondhassam róluk a véleményemet. Már volt hasonló videó, azt ide kattintva meg tudjátok nézni, akkor is hasonló terméket próbáltam a márkától, parfümöt, meg arcfilmet, meg testápolót, meg ilyenek. Ilyeneket hasonló árkategóriában, ugye, mert a márka ezt az árkategóriát képviseli. Úgyhogy kezdjük is el, legelőször a parfümről lesz szó. Első körben én a parfümről szeretnék beszélni, ugyanis erről olyan sokat nem tud az ember elmondani. Parfüm tud beszélni a tartóságáról, tud beszélni az áráról, tud beszélni az illatról, de úgy nagyon-nagyon bővebben szerintem nem lehet parfümről beszélni. Nos, a parfüm, ami most érkezett hozzám, ez a Love Affair nevezetű parfüm. Nekem már megvan a Back to Paris, amiről ugye szintén mondtam, hogy az előző videóban volt szó. És igazából maga a parfüm üvegcse, meg a kinézet tök ugyanaz, mint a Back to Paris, csak ugye maga az illat nem ugyanaz. Az előző illat, amit én próbáltam, az a Back to Paris nevezető illat volt, ami mind külsőre és mind csomagolásra abszolút ugyanúgy nézett ki, csak az ugye a Back to Paris volt, ez pedig a Love Affair. És szerencsére más jellegű illatról van szó, nekem a Back to Paris nagyon púderes volt, nagyon olyan, nem tudom, itt egy ilyen falat húzott elém, és egyszerűen nem tudtam tovább szagolni azt az illatot, nem tudtam tovább megillatolni, és egy illatjegynél leragadt az orrom, és folyton azt éreztem, és az meg nem tetszett. Ennél viszont szerencsére nem ez van, ez egy, hát, ez is púderes, viszont kicsit ilyen virágosan, szappanosan púderes, ezt sokkal jobban szeretem. És őszintén szóval tartósága is ennek sokkal jobb, és ennek is nagyon örülök. Egyébként ma ez van rajtam, de fölfrissítem, mert sajnos föl kell frissíteni, szóval nem tart egész nap. Én azt mondom, hogy ilyen 4-6 órán keresztül szuperül tart a hajon, viszont következő hajmosásig, szóval én nem tudom, hogy miért. Lehet azért, hogy nyáron mindig föl van fogva a hajam, és az illat így össze tud állni, vagy nem tudom, de megmostam a hajamat, és nem használtam ezt a parfümöt mondjuk 2 napig, és mégis a hajamon, miután leengedem, érzem ezt, az illatot. Úgyhogy kb. Ilyen hajparfümnek is nagyon jó, mert hogyha a hajra fújja az ember, akkor napokig olyan illata lesz. Úgyhogy kedvelem ezt az illatot, mindjárt mondom, hogy milyen illatjegyek vannak benne. Az alapjegyei a pacsuli, a szantálfa, a pézsma, de van benne fekete ribizli, meg virágos jegyek, alapvetően egyébként ilyen fás virágos, én inkább ilyen púderes virágosnak mondanám, de lehet, hogy ez a fás púderes, az lehet, hogy az én orromnak kb. Ugyanaz. Valamikor említettem nektek, hogy olyan parfüm, amiben jázmin van, az nekem teli találat is. Vagy az alapba, vagy a szívjegybe, vagy a fejjel, tök mindegy hol, legyen benne jázmin, és azt én kiérzem, és egyszerűen a jázmin érvényesül az én bőrömön, és abszolút, szóval magamra fújom is ilyen kellemes, ilyen öblítős jázminos, szóval még nem az a nagyon fancy, ilyen nagyon tényleg, mint a jázmint szagolna az ember. Abszolút megkedveltem, és úgy gondolom, hogy egy nagyon különleges illat. Én még ilyen illatot egyébként, hogy belegondolok a rengeteg parfüm, amit eddig szagoltam, még ilyennel nem találkoztam, úgyhogy érdemes lehet megnézni. Ez az 50 ml-s kiszerelés jelenleg a Notino-nak az oldalán 24.600 forint, úgyhogy nem egy olcsó árkategória, de szokták akciózni, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni. Aztán, amiért most mindenki összegyűlt itt köreinkben, az nem más, mint a szemkörnyékápoló, ugyanis hát mit mondjak, a leges-leges, legdrágább szemkörnyékápoló, amit valaha láttam, valaha használtam, úgyhogy erről szerettem volna lényegében mindenképpen videót készíteni, mert ezt muszáj átbeszélnünk.
Az már a vak is látja, hogy az Eisenberg márka egy eléggé magas árkategóriás márka, és szíve joga eldönteni mindenkinek szerintem, hogy ki mennyit ad ki bizonyos termékekért. Például 20 ezer forint egy parfümért szerintem nem sok, szóval manapság Dagletbe mész, 20 ezer forint alatt nagyon-nagyon nehezen találsz magadnak parfümöt, ami tényleg olyan különleges, egyedi, és tartós, és jó, és mondjuk tudsz vele azonosulni. Azonban azt is nagyon jól tudom, hogy vannak drágább árkategóriás arcápolók a Douglasban is, mindenhol, és ne legyünk álszentek. Valaki ezeket megveszi, valaki ezeket használja, és valaki úgy gondolja, hogy kiadja rá a pénzt, mert számára ez megéri. Én próbálok elvonatkoztatni az árról, és magáról a termékről szeretnék beszélni, hogy vált be a több hetes használat után, illetve persze a vége fele így konklúzióval teli megnyilvánulásaim során, hú de kacifántos mondat, szóval a végén azért összevetjük itt a dolgot, hogy árértékarányban hogy is vált be, de most csak a termék tesztjét fogjátok látni az elkövetkezendő egy percben, jó? Utána majd beszélünk a többiről. Nos, én már ezt pár hete használgatom, és egyébként ez egy ilyen géles állagú termék, amit a szemkörnyékre lehet használni, de most az elején bevallom, hogy én nem csak a szemkörnyékre használom, hanem ugye, hát itt a szemkörnyéken is, viszont én teljesen ledolgozom ide az áll és a száj környékére is. Nem tudom, hogy miért, szóval valahol olvastam, és lehet, hogy ezen olvastam, igen, hogy jó ilyen sminkbázisnak is, szóval nem csak és kizárólag ez egy szemkörnyékápoló, és csak is kizárólag annak lehet használni, hanem mivel egyébként elég nagy kiszerelés, szóval 30 milliről van szó, ezt én ugyanúgy használtam az arcomra is, sőt volt, hogy valamelyik nap annyira könnyű textúrára vágytam, hogy csak ezt vittem fel az egész arcomra, persze kb. Egy pumpálásnyi is gyönyörűen el tudtam dolgozni a bőrömbe, és elég volt az egy pumpálásnyi, de mindenben megint tökre eltértem a témától, szóval szemkörnyékápoló. Hogy vált be? Milyen? Azt ígéri, hogy eltünteti a sötét karikákat, a reggeli puffadságot, és egy ilyen komfortos, frissítő, hűsítő érzetet ad a szem alatti résznek, és a szem környéknek lényegében. Azt kell mondjam, hogy abszolút igazat adok neki, nagyon jó érzés a bőrön, könnyed, géles állaga van, hiper-szuper gyorsan beszívódik, és utána úgy érzem, ha látszatra nem is, de érzetre annyira így kinyitja az embernek a tekintetét, és olyan friss érzetet ad, és ezt nagyon-nagyon szeretem benne. Az, hogy a puffadtságot mennyit, tényleg szemmel láthatóan mennyire kezeli, azt én annyira nem tudom, mert én úgy veszem észre, hogy nem olyan nagyon puffadtak a szemkörnyék részek nekem ébredés után. Egyébként reggelesre szoktam használni. Azonban vannak sötét karikáim, nem mondom azt, hogy nem, mert szerintem amúgy mindenkinek van itt, mert ugye nagyon vékony itt a bőr, és ugye az erek átlátszanak. Azt tettem észre, hogy nem olyan kiemelkedően tünteti el, szóval szerintem az abszolút túlzás, hogyha valaki azt mondja, hogy ettől olyan, mint hogyha mondjuk lekorrektorozta volna az ember a szem alatti részét. Az, hogy hidratálja, és valahogy úgy az összkép úgy szebb, miután az ember használta, azt alá tudom támasztani. Egyébként anti-aging és ilyen peptideket tartalmaz, koffein is van benne. Az összetevőiben nem szerepel az alkohol, illetve a parfüm, ez abszolút pozitívum, meg hát miért is lenne ezen az érzékeny területen ez a két összetevő, amikor abszolút semmi jótékony hatásuk nincsen. Leteszem az infoboxba úgyis a linket, ahol meg tudjátok nézni, és akkor ott lesz az összetevő lista, de egyébként amit ígér, azt el tudom nektek mondani. Azt írja egyébként, hogy van egy ilyen hármas hatóanyag formula, ami ezáltal, mint hogy a formula, kifejlesztett formula által ígéri, sőt, teszi a dolgát. Azt írja, hogy már az első használat alkalmával sokkal frissebb, komfortosabb, és eltünteti a... Hát ugye, imperfections are corrected, hát azért nem. Azért ez mondjuk túlzás, hogy most nekem van bármiféle bőrhibám, és akkor azt majd eltüntetni. Nem. Szóval
még hosszú távon sem mondom azt, hogy elindíti a ráncokat, vagy már eleve nem úgy kell még föl reggel, hogy nem karikás a szemem. Szóval ez, mondjuk ezt így nem. Viszont azt vettem észre, hogy ha használom, sokkal szebben fekszik rá a smink, sokkal szebben oszlik el a korrektor, sokkal szebb maga a tekintetem a sminkben, hogyha ez ennek van értelme. Viszont ami nem pozitív ugye az árán felül, hogy nagy kiszerelés, és vagyis hát valakinek ez az lehet, de 6 hónap alatt el kell használni, felbontástól számítva. 6 hónap alatt szerintem, ha minden nap használja az ember, és mondjuk csak a szemkörnyékápolásra, akkor nem fog elfogyni, és szerintem fele ekkora mennyiség is elég lenne, persze fele áron, és akkor talán úgy barátibb, mert az átlag szemkörnyékápoló mennyiség szerintem az ilyen nagyon max 15 milli. Mert nagyon-nagyon kevés kell belőle, nem kell egy teljes pumpa, mert egy teljes pumpát az egész arcon lehet eldolgozni, szóval nagyon minimális kell belőle is, és tényleg is szépen eldolgozni. Úgyhogy vannak kisebb-nagyobb problémák vele, amit mondjuk én így változtatásképpen be tudtam volna így orvosolni, vagy hogy mondjam. Viszont, hát nem tudom, mindjárt áttérhetünk az árra. Maga a kiszerelés sem olyan hiper-szuper minőség, mint például az előzőeknél, mert például az előző videóban, amit mutattam nektek, arcápoló, vagy egy arckrém, az ami zseniális, mármint hogy tényleg olyan rohadt nehéz, mert üvegből van, hogyha azt leejtem, az basszus betörik a csembe, komolyan. Ennek például tökre el tudnék képzelni egy ilyen kis fancy, ilyen mágneses kupakot. De lehet, hogy ez már csak ilyen nagyon külsőséges dolgok. De hát azért 35 ezer forintért, fiúk, lányok, mert rátérhetünk a lényegre, 35 ezer forintba kerül ez a kicsike, és 30 millit tartalmaz. Használati útmutatóval, mindennel, de hát most mit kell ezen foglalni, hogy használja az ember. Elérhető az Eisember hivatalos oldalán, illetve Magyarországon belül a Notinon tudjátok megrendelni, hogyha olyan elbetemültek vagytok, hogy ki szeretnétek próbálni. Összességében én nagyon szívesen használom, én rendszeresen használom, és úgy érzem, hogy jót tett a bőrömnek. Másik oldal viszont, hogy ennyi pénzért szerintem nevetséges, hogy őszinte legyek. Bár azt vettem észre, hogy egy átlagban az emberek egy szemkörnyékápolóért, egy arcápoló termékért kiadnak többet, mint például mondjuk az a 40 ezeres testápoló, az már tényleg az ilyen nagyon-nagyon-nagyon teteje. De egy szemkörnyékápolóért manapság az emberek szerintem már nagyon sok, nagyon közeli összegeket már kiadnak. Az, hogy 35 ezeret, mindenkinek tényleg szíve joga. Ha most azt mondanák nekem, hogy Anikó, igen vagy nem, újra vennéd, válasz, akkor azt mondanám, hogy nem. Mert hogyha ez elfogyna, akkor én tudnék-e élni nélküle? Igen. Illetve ugye tudjátok, hogy én az arcápolási rutinomban is meséltem nektek egyébként, hogy én mindenféle arcápoló terméket, kivéve a hámlasztót, felviszek a szemkörnyékre, és ugyanúgy a C-vitamint, ugyanúgy a retinolt, óvatosan persze, mint fölviszem oda, és semmivel nem különb nagyon sokszor a szemkörnyékápoló a sima, normál arckrémtől, csak kb. Drágább és kisebb kiszerelés. Úgyhogy hát ennyi az én véleményem magáról a termékről. Ilyenkor olyan furán érzem magam, mert úgy érzem, mintha én lehúztam volna a terméket, de nem. Szóval maga a terméket én abszolút úgy mondom, hogy jó, és használ, és az eddigi legjobb szemkörnyékápoló, ha már akkor mondjam, hogy tényleg az eddigi legjobb szemkörnyékápoló, amit én használtam. Próbáltam az Estée Lauder-nek ezt az Advanced Night Repair kis izéjét, próbáltam a Clinique-nek az All About Eyes. Igazából ez a kettő drágább volt, és igazából ezt mondjuk jobban szeretem azoknál, úgyhogy magával ugye itt az árban van a probléma, de hát ez van. És remélem, hogy egyébként sokáig fogom tudni használni, hogyha már ekkora termékről van szó, és remélem, hogy nem fog kárba vészni 6 hónap alatt a fele, és majd megpróbálom minél jobban, hogy tocsogjon a szemem alatti rész, vagy na jó, azért nem, de akkor legalább elhasználom ilyen make-up bázisnak. De összességében ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg, hogy például ti kiadnátok-e 35 ezer forintot egy szemkörnyékápolóra, és
Ja, kíváncsi vagyok a véleményetekre, mint mindig, úgyhogy ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem, hogy tetszett, hogy van, akkor ne felejtsétek el lájkolni, vagy diszlájkolni, tudjátok, ugyanaz, és találkozunk a legközelebbi videóban is. Legyen szép napotok! Sziasztok!